PROLÓGUS A Biblia MINT EGYETLEN NAGY TÖRTÉNET 1. TALÁLKOZÁS A BUSZMEGÁLLÓBAN Bizonyos események csak az egész történet kontextusában érthetőek. Elezder McIntyre erre a következő szórakoztató példát hozta fel. Tegyük fel, hogy valaki éppen a buszmegállóban áldogál, amikor oda megy hozzá egy ember és megszólítja. A tarka réce latin neve histrionicus histrionicus. A mondat értelme egészen világos. De valójában miről beszél? Ez a mondat csak akkor érthető, ha tágabb jelentés összefüggésbe helyezzük, mégpedig egy olyan történetbe, amely a mondatot értelmessé teszi. Vegyünk három történetet, amelyek érthetővé tudnák tenni ezt a bizonyos esetet. Lehet, hogy a férfi összetévesztette őt valakivel, aki tegnap a könyvtárban látott, és aki ezt kérdezte tőle. Nem tudja véletlenül a tarkaréce Latin nevét? Esetleg éppen a pszichiáterétől jön, aki segít neki leküzdeni kóros félénkségét. A pszichoterapeuta arra bíztatta, hogy beszélgessen idegenekkel. A fiatal ember tanácstalan volt. Mégis, mit mondjak? A pszichoterapeuta pedig ezt válaszolta: Ó, hát bármit! Egy harmadik változat szerint ő egy szovjet kém, és ezt a buszmegállót szemelte ki arra, hogy az emberével találkozzon. A kód, amely felfedi kilétét, az állítás a tarka réce latin nevéről. A lényeg tehát az, hogy a buszmegálló jelenet értelme az alaptörténettől függ. Valójában mindegyik történet különböző értelmet ad az elhangzott mondatnak. Ez az emberi életre is igaz. Életünk értelmezéséhez szükségünk van egy történetre, amely tágabb jelentés összefüggést biztosít a részletek megértéséhez. Tájer helyesen mondja: Csak akkor tudok a mit kell tennem kérdésre válaszolni, ha meg tudom válaszolni az azt megelőző kérdést milyen történet része vagyok. Életünk értelmezésének alapja mindig egy narratíva, amely értelmet ad az életünket betöltő kérdéseknek és eseményeknek, döntéseinknek és kapcsolatainknak. Ez elvezet egy másik példához, amely talán közelebb áll az olvasókhoz, mint a buszmegállós találkozókról és a latin vatkacsa nevekről szóló sztori. 2. Percy és Ebi. Percyvel egy fiatal férfi, Ebigél pedig egy fiatal nő, akik egy asztalhoz kerülnek az istentisztelet utáni kávézásnál, amelyre az újonnan érkezetteket szokták meghívni. A kávé és a tojásos szendvicsek fogyasztása közben elkezdenek mindenféléről beszélgetni. Egy idő után véget ér az összejövetel, az asztaltársaik elmennek, valaki elviszi a csészéket és kezdi fölrakni a székeket finom utalásként. Percy és Ebi ezt azonban alig veszi készre. Mindketten arra gondolnak, hogy érdemes lenne ezt a másik embert egy kicsit jobban megismerni. Így hát megbeszélik, hogy újra összefutnak majd egy csütire és kávéra, egy csendes kávézóban valójában egy kávézó sokkal megfelelőbb hely magánbeszélgetésre, mint a zsúfolt gyülekezeti terem. Ahogy belemerülnek a beszélgetésbe, Abigail és Percyvel egyre inkább azt veszik észre, hogy apró részleteket osztanak meg egymással. Miről is? Hát persze. Elkezdik elmesélni életük történetét. Percy a legfiatalabb négy testvér közül, és az egyetlen fiú, Nővérei rajongtak érte, és ezért el is kényeztették. Ebbi New delhi született, mert szülei a konzulátuson szolgáltak. Középiskolai éveit négy különböző országban töltötte. Lassocskán megtalálják a fontosabb fordulópontokat, és elkezdik kidolgozni a részleteket. Percy 200 mérföldnél messzebb nemigen ment el a családi farmtól, de vágyik arra, hogy utazzon. Ebi négy nyelven beszél, és még néhányat megért. Percy gyermekkorában általában nagyszülei házában nyaralt, Maszkókában egy hajórakományi unoka testvérrel együtt. Ebi egyszer búvárkodással ünnepelte az új évet Maori bében, És így mesélik tovább és tovább a történetet a gyermekkori álmokról és félelmekről, az első diákmunkáról, továbbtanulási terveikről és arról, hogy mit várnak a jövőtől. Ha valaki azt kéri, mondj valamit magadról, legjobb, ha elmesélsz egy vagy több történetet. Azáltal, hogy megosztjuk ezeket a személyes narratívákat, megismerjük egymást. Nem csak azt akarjuk megérteni, hogy ki az a másik ember most, ebben a pillanatban, hanem azt is, hogy hogyan lett olyanná, amilyen. Melyek azok az élmények, gondolatok, és kik azok az emberek, akik az életét formálták? A személyes történetek révén sok minden érthetőbbé válik az életéből. Mégis, ahogyan tovább folyik a beszélgetés, felmerülhet a kérdés: vajon egyedül vagyunk, és saját személyes történetünkből kell, hogy értelmet találjunk az életünknek? Van-e egyetlen igazi történet, amely nagyobb, mint mi, amelyen keresztül megérthetjük a világot, és megtalálhatjuk az élet értelmét. Részét képezik-e személyes történeteink, külön vagy együtt, egy teljesebb történetnek? Lehet, hogy a történet, amelyet fontosnak találok és célt ad nekem, egyszerűen az életem története, az életrajzom, életem narratívája. Lehet azonban, hogy ettől szélesebb a családom vagy a városom története, vagy egy számomra meghatározó kultúrái. Minél mélyebbre tekintek az értelem után kutatva, annál tágabb kontextust fogok bejárni. Ez pedig egy nagyon fontos kérdéshez vezet. Létezik-e az egész világnak egy igaz története, amelyben helye van az én életemnek? Leslie Newbigin így fogalmaz, az emberi életről vallott felfogásunk attól függ, hogy miképpen fogjuk fel az ember történetét. Miben áll a valódi történet, amelyben az én életem története is benne foglaltatik? Van egy valódi történet, amely értelmezési keretet biztosít minden ember számára, minden időben és helyen, és következésképpen az én életem számára is ebben a világban. Sok ember ma már feladta a reményt, hogy egy ilyen valódi történetet találjon. Azzal érvelnek, hogy nem létezik igaz magyarázat a világról, és mind az egyének, mind a közösségek meg kell, hogy elégedjenek azokkal az egymástól eltérő értelmezésekkel, amelyek saját egyszerűbb és korlátozottabb történeteikből adódnak. A pluralizmus melletti elköteleződés gyakran azt sugalja, hogy nem is kellene keresni egy átfogó történetet, amely igaz minden emberre, minden közösségre és minden nemzetre, mert ez azt jelenteni, hogy nem minden történetet tekinthetünk érvényesnek. Ennek ellenére sokan gondolják úgy, hogy létezik egy igaz és valódi történet, amely minden ember és közösség létének értelmet ad. A muszlimok például hiszik, hogy az ő történetük, amelyet a Korán mond el, Allah igaz története, amely arról szól, hogy megteremti a világot, uralkodik a történelmen és végső győzelmet arat. Egy muszti meg van győződve arról, hogy egyszer mindenki belátja majd, hogy ez az egyetlen igaz történet. Ehhez hasonlóan a modernizmus embere, aki még mindig elkötelezettje a felvilágosodás narratívájának, abban hisz, hogy ez a narratíva igaz. Az emberiség végül kizárólag az emberi észnek köszönhetően legyőzi a természetet, a tudomány és a technológia pedig segít majd egy jobb jövőt építeni minden ember számára. Ebben a narratívában még sokan hisznek Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. A keresztény ember is abban hisz, hogy egyetlen igaz történet létezik: a Biblia által elmondott történet, amely Isten teremtésével és az ember lázadásával kezdődik, végighalad Izrael történetén egészen Jézusig, majd az egyház történeten, és végül Isten eljövendő országa felé tekint. Ennek a történetnek a középpontjában egy Jézus nevű ember áll, akiben Isten kijelentette a világ valódi célját és értelmét. Csak ebben a történetben fedezhetjük fel az emberi történelem értelmét, és így a te életed és az én életem értelmét is. Ez egy alaptörténet. Értelmezni tudjuk rajta keresztül a világot, és megtalálhatjuk benne a saját helyünket. Egy ilyen átfogó történet nem csak személyes vagy nemzeti történetünknek ad értelmet, hanem egy egyetemes történelem értelmezést is kínál. Ezt nagy történetnek vagy metanarratívának hívják, és hordozza azt a szemléletet, hogy egy történet a legjobb módja annak, hogy arról beszéljünk, milyen is a világ valójában. A muszlim, a modern ember és a keresztény egyaránt hisz abban, hogy az ő története a világ igaz története, és a felvilágosodás elképzelését az emberi haladásról, a Koránt vagy a Bibliát végül mindenki elfogadja majd, mint igaz történetet. Mindegyik azonban nem lehet az egyedüli igaz történet. Választanunk kell! Nehéz ezt hallani egy olyan társadalomban, amely hallgatólagosan elfogadta a pluralizmus filozófiáját. A kultúrák és nemzetek közötti harmónia létrejöttének nyomása arra ösztönöz bennünket, hogy a Bibliát csak egy könyvnek tartsuk az érdekes történetek világkönyvtárában, ahol vagy egyik történet sem megbízható, vagy mindegyik többé-kevésbé az. Ez viszont azt jelenti, hogy a Bibliát nem annak tartjuk, mint aminek magát kijelenti, a világ egyetlen igaz történetének. A bibliai narratíva szerint a világ történelem értelme Jézus személyében látszik legvilágosabban. Ezt a történetet el lehet fogadni, vagy el lehet utasítani, de nem lehet a Bibliát preferenciáink szerint alakítgatni. Amit a Biblia önmagáról állít, hogy világunk történelmének és értelmének igaz történetét mondja el, az a szerkezetének alapvető eleme. Szomorú, hogy sok keresztjén nem ismeri fel a Biblia lényegét. Egy hindu valláskutató, aki a világvallásokkal foglalkozott, egyszer ezt mondta Nyubiginnek. Nem értem, hogy ti misszionáriusok miért úgy mutatjátok be a Bibliát nekünk Indiában, mint egy vallásos könyvet. A Biblia nem vallásos irodalom, abból van elég Indiában. Nincs szükségünk másikra. A ti bibliátokban az egyetemes történelem, az egész teremtett világ és az emberi faj történelmének egyedülálló értelmezését látom. Ezzel együtt az ember egyedülálló értelmezését is, aki a történelem felelős szereplője. Ez egészen kivételes. Nincs más könyv a világ vallásainak irodalmában, amely ehhez fogható lenne. Idáig az idézet. Fájdalmasan tapasztalta, hogy még az Indiába utazó keresztjén misszionáriusok sem ismerték el a Bibliát, mint az egyetemes történelem, az egész teremtett világ és az emberi faj történelmének egyedülálló értelmezését. Ehelyett a csak egy újabb vallásos könyv kategóriába helyezték. Ez a hindu tudós felismerte, hogy a világ vallásainak irodalmában egyetlen könyv sem hasonlítható a Bibliához. Miért nem látják a keresztjének, akik állítják, hogy hisznek a Bibliában, hogy mekkora kincs van a birtokukban? A probléma az, hogy különösen a felvilágosodás világértelmező narratívájának hatására a Bibliát széttördelték, mondván, hogy vannak benne történeti részek, áhítatos részek, Erkölcsi részek, teológiai és elbeszélő részek. Valójában olyan töredékeket kerestek, amelyek kitöltik a nyugati kultúra történetének hézagait. Amikor ezt megengedjük, a Bibliát megfosztjuk attól, hogy a világ egyetlen igaz története legyen, és egy másik történet a humanista narratíva fogságába kerül. Így ez lesz az a történet, amely meghatározza életünket. John Carol, ausztrál szociológus, aki saját bevallása szerint nem keresztjén, úgy véli, hogy a nyugati egyház problémájának az oka abban keresendő, hogy elfelejtette a történetét. Nézete szerint könnyű megmagyarázni, hogy miért hanyatlik a nyugati keresztjénség. A keresztjén egyházak totálisan elbuktak az egyetlen és legfontosabb feladatukat tekintve, hogy az alaptörténetüket újra elmondják. Megszólaltassák a kortársak számára. Ez komoly dolog, mert a kereszténység lényege az, hogy van egy történet, amely az egész világ története nyilvános igazság. Így teológiai és missziós feladatunknak fontos része, hogy ezt a történetet olyan világosan mondjuk el, ahogy az lehetséges, és engedjük, hogy felforgassa a világ történetének más változatait. Mi is így gondoljuk, ezért írtuk meg ezt a könyvet, amelyben úgy igyekszünk elmondani a Biblia történetét, mint egy teljes, egységes drámát. Tarts velünk! Lehet, hogy keresztény vagy, és szeretnéd a saját történetedet jobban megérteni. Lehet, hogy másokból érdekel a Biblia, a könyv, amelynek jelentős hatása volt a nyugati kultúra alakulására. Bárhogyan is van, tarts velünk az úton, amely arról szól, hogy Isten cselekszik a történelemben, hogy megváltsa a világot. Átvettük N.T. Wright rendkívül hasznos dráma metaforáját. Wright a Bibliát egy ötfelvonásos színműnek tekinti, mi viszont egy hatfelvonásos felosztást használunk. Átvesszük azokat a képeket is, amelyeket a legátfogóbb képeknek tartunk a szentírásban. Ezek a szövetség, ószövetség, és a királyság vagy ország új szövetség. Az elbeszélés váza a következő. Első felvonás. Isten létrehozza az országát. A teremtés. Második felvonás. Lázadás Isten országában. A bűnbeesés. Harmadik felvonás. A király kiválasztja Izraelt. A megváltás elkezdődik. Első jelenet. A királynak népe lesz. Második jelenet: Föld Isten népének. Negyedik felvonás: a király eljövetele, a megváltás beteljesedik. Ötödik felvonás: a király hírének terjesztése, az egyház küldetése. Első jelenet: Jeruzsálemből Rómába. Második jelenet: az egész világon. Hatodik felvonás. A király visszatér. A megváltás teljessége. Hisszük, hogy ez a világ igaz története. Találd meg benne a helyed.